Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit Szegeden. Kezdjük egy rövid meditációval a mai dharma beszédet, kérdéseket és válaszokat. Kérlek, hogy ülj egyenesen, de szakadj el egy kicsit a támlától. A kezedet lazán egymásra téve tedd az alhashoz. Enyhén nézz lefele, de ne nézz egy pontra, a pillantásod nyugodjon meg a térben. Figyeld a testtartást, a lélegzetet, a teret, és tartsd a tudatodat úgy, mint a tükör. Ami megjelenik, engedd el menni, kommentár, ítéletalkotás, szándékos elmetevékenység nélkül. Mindannyian, akik egybegyűltetek a mai napon. Ismeritek-e az egyszerűt és tisztát? A magasba és a mélybe tekintve egyaránt mozdulatlan. Látva és hallva világos és egyszerű. Aki megtapasztalja ezt, az véget tud vetni a meddő vágyakozásnak és megszabadul a félelemtől. Ezek a sorok évezredek óta velünk vannak. Bár a nyugati féltekkel csak nemrég, pár évtizede ismerte meg, már rátekinthetsz arra, hogy mi a meddő vágyakozás, mi az, ami benned nem egyszerű és nem tiszta, miért bonyolítjuk túl az életünket és miért félünk a haláltól. Miért hisszük el az elménk gondolatait, az állandó véleményformálást magunktól és másoktól egyaránt? Az egyik válasz az, hogy azért, mert nem ismerünk többet és jobbat, mint a saját duális tudatunk, mint a saját elménk. Nem ismerünk mást, mint a múlt, a jelen és a jövő fájdalmas egymásra következését. Ha megismernénk ezt az egyszerű és tisztát, akkor véget tudnánk vetni a meddő vágyakozásnak, hogy valaki vagy valami helyettünk megoldja a problémáinkat. És ekkor a teremtő pozícióját is elfoglalhatnánk. Ehhez kell az a tiszta, tükörszerű és térszerű tudat, amelyben látod a jelenségeket magadban, másban és a világban egyaránt. Enélkül azt érzed, hogy csak sorsod van, és az életedet valakik, valami irányítja, nem te. Az úton csak az illúzióinkat veszthetjük el. Marad az a realitás, amely félelem és reménymentes, marad az az élmény, hogy eredetileg te és a világ egyek vagytok. Ha gondolkodsz, te és a másik ember 84 ezer kilométer messzeségben van. Ha nem ragaszkodsz az egoitásodhoz,
az abszolútnak gondolt érzelmeidhez, gondolataidhoz, szavaidhoz és tetteidhez, akkor te és egy másik ember lelke egyé tudtok válni. Te és a világ egyé tudtok válni. Az egyéválás tapasztalata az, hogy az ég kék és a fű zöld. Ha éhes vagy, enni adok, ha szomjas vagy, inni adok. De anélkül, hogy lebontanánk azt a falat, amely mi magunk, a saját karmánk vagyunk, anélkül ezt az élményt, ezt az életet így nem tudjuk élni. Mi hát az akadály? Az akadály az, amit magadnak gondolsz, de nem te vagy. Mi a megoldás? Az az önvalód, amit még nem tapasztaltál, de mégis te vagy. Ebben a helységben mindenki, még a legkisebb is, tapasztalt már valamilyen szenvedést. Nem kaptad meg a játékodat. Nem kaptad meg az igazságodat. Nem élheted úgy az életedet, ahogy szeretnéd. Félsz. Vágysz. Néha a beteljesülés rosszabb, mint a frusztráció, mert nem tudsz vele mit kezdeni. Még kétségeit támadnak, hiába élsz jól. Nem tudsz bízni önmagadban, és másban sem. Miért? Eredeti, tiszta tudatunk minden jelenségtől független. A tükör eredetileg üres, és mindent mutat. Folytalan, olyan, mint a tér. És mégis csak ebben a pillanatban tudjuk megtapasztalni. A végtelen tér és végtelen idő valójában egyetlen pillanat. Ezt puszta gondolattal nem lehet tapasztalni. Ezért részleges a megértés. Ezért felesleges a magyarázat. A zen pontosan kijelöli a határokat, hogy meddig lehet gondolattal, tudással, szóbeliséggel elmenni. Egy idő után már csak a kérdés marad, és a 10 000 kérdés valójában egy kérdés. Mi ez? Mi az, ami lát a szemeddel, hall a füleddel, érez a szíveddel, gondolkodik az elméddel, és kimondja azt, hogy én. Amikor nem mondod ki, hogy én, akkor ki vagy? Amikor nem gondolkodsz, ki vagy? Amikor elfeledkezel az elvárásaidról, a reményeidről, a félelmeidről, hirtelen nem hozod létre azt a személyiségképet, amivel állandóan együtt élsz, és másokat is arra kényszerítesz, hogy együtt éljen vele, ki vagy? A zen lemegy az alapokig, sőt, odáig, hogy a fának már eltűnik a gyökere. Ezért a 10 000 kérdés egy kérdés. A számtalan világkorszak egyetlen pillanat. Eredetileg nincs sem jó és sem rossz, de mi létrehozzuk ezeket. És ha létrehozzuk, akkor van. Eredetileg nincs szenvedés, annak oka, annak megszűnése, és nincs a megszüntetésnek útja. De mi létrehozzuk ezeket. Szenvedünk és szenvedtetünk, keressük a kiutat, keressük a megszűnését. Úgy élünk, hogy nem látjuk, hogy merre megyünk. Úgy cselekszünk, hogy nem látjuk a saját kezünket benne. Nem látjuk, hogy elkövetők és áldozatok egyszerre vagyunk. Csak azt látjuk, amikor nagyon a szélsőség felé megy el a tapasztalás. Az én fogalmat már nem lehet visszadugni a palackba. Vagy megismerjük, helyesen használjuk, és másoknak fölajánljuk,
vagy pedig az átláthatatlan én fogalom elképesztő szenvedést hoz magunkra és másokra egyaránt. Nézd meg az emberiség legrosszabb korszakait. Akkor volt a legvastagabb az illúzió réteg, akár társadalmon, családon, párkapcsolaton és az egyénen. Hogy ezekből az illúziókból az azonosulás útján mennyi háborút, éhínséget, nélkülözést, borzalmat teremtettünk, ez fel sem fogható. A könyvek és a filmek ezt soha nem fogják híven tükrözni. Ez mind azért van, mert nem tudjuk, hogy kik vagyunk, és ezért nem látjuk jól, hogy a másik kicsoda. Ha nem ismered önvalódat, mások lényegéhez sem jutsz el. Az emberiség rövid, boldog korszakai alatt sokkal közelebb voltunk helyesen látott önmagunkhoz. Sokkal kisebb volt a különbség az önkép és az önvaló között. Jelen volt az önmegismerés és önmeghaladás. Ezek a korszakok nem tartottak sokáig. A mi dolgunk az, hogy ezzel a generációval, aki itt ül előttem, amelyben én is benne vagyok, mit csinálunk? Mihez kezdünk azzal a pár aktív évtizeddel, ami nekünk megadatott? Azzal az elképesztő élethelyzettel, hogy ma mindenkinek volt ideje eljönni, egy vasárnap késő délután, és nem kellett az életedért küzdened, mások elől menekülnöd, sorban állnod, vagy vízért menni több tucat kilométert a kútra. Amit most elmondtam, az 2 milliárd embernek legalább a sorsa ezen a földön. Mit kezdünk azzal az elképesztően kiegyensúlyozott jóléttel, amelyet néha nem látsz a saját problémáid, terheid miatt? A saját bonyolult és még inkább bonyolító elméd miatt? Mikor ismered föl a valós lehetőségeidet, hogy olyan helyzetben vagyunk mi mindannyian, hogy felébredhetünk, hogy javíthatunk magunk minőségén, az életünk minőségén, segíthetünk másoknak javulni, felébredni, és egy emberhez méltóbb életet élni, erre mikor jövünk rá? Addig jöjjünk rá, amíg nem késő. Amíg a test bírja a gyakorlatot, és az elme a változást, az önkép pedig az illúzióvesztést. Addig tegyünk. Nagyon rövid az élet, akárhol vagy benne. Mi a legfontosabb kérdés, amit feltettél? Mi az a legfontosabb tett, amit megtettél? Van-e valaki, akit jobban szeretsz magadnál? Az ilyen előbb-utóbb kérdésekkel dolgozik, és ahogy mondtam, a 10 000 kérdés visszatér az egy kérdésbe, az egy kérdés pedig a csendbe. És ha ez a csend letisztul, akkor a nem tudható, de tapasztalható a tiéd. Mindig is az volt, csak eddig nem láttad. Mindig is benned volt, csak nem tapasztaltad. A gyakorlat tehát az, hogy megismerd azt, amely külső tudás, megszerzett műveltség nélkül már teljes, amiből nem tudsz elvenni és nem tudsz hozzátenni, amiről csak a karmádnak a rétegeit kell lepucolni, csak a hamis azonosulásodat kell megszüntetni. És ekkor rájössz, hogy a szenvedést és a boldogságot mi magunk teremtjük, egymásnak. És ezután tapasztaljuk úgy, ahogy az köztünk van, ahogy az bennünk van. És az útonjárás azt jelenti, hogy belátod belül külső nyomás és felszólítás nélkül, hogy a legalapvetőbb képességünk és kötelességünk egyben a felébredés és másokat segíteni a felébredés útján. Úgyhogy ha ebben segíthetek, akkor tisztelettel várom a kérdéseiteket.
hol húzza meg a határt a zen abba, ami már csak kizárólag tudással elérhető, és mi az, ami már azután csak kizárólag tapasztalattal elérhető? Meddig olvasod az étlapot az étteremben? Mond. Ameddig el nem döntöd, hogy mit szeretnél rendelni. Igen. Ameddig a pincér ki nem jön, és mosolyogva föl nem írja, vagy be nem pöttyenti mostanában, hogy mit rendeltél, addig tudsz. A megrendelés egy virtuális állapot, bármi lehet. Te azt hiszed, hogy megrendelted, és tudod, hogy mit rendeltél, aztán majd valami kijön, ami esetleg hasonlít rá. És amikor kijött, akkor az már a tapasztalás. Az en nagyon világos határt húz, hogy mi az, ami megismerhető tudással. Ez úgy működik, mint egy okos háló, amivel halakat fogsz a tengerben. Egész addig, amíg csak a halak érdekelnek, a logikus konklúziók, az analitikus eredmények, az intellektuális modellek, addig a tudás jól működik. Mihelyt a tenger érdekel, le kell tenni a hálót, és fejest kell ugrani a tengerbe. Óriási a különbség, és ezzel nagyon böcsülettel elmondja, hogy meddig lehet tudással elmenni. A tenger partjáig. És utána már dönteni kell, hogy halat fogsz, vagy beúrasz a tengerbe. A nem dualitás tapasztalatát jelöl itt a tengerbeugrás, és a hálóval való állandó halászás pedig az elmének a folyamatos működtetését. Ez a hal tetszik, ezt akartam, a másik csak egy melléfogás, és visszadobom. Ez a dualisztikus elme. Amikor beugrottál a tengerbe, akkor már társai vagy a halaknak. Nem válsz hallá, ember vagy. De ugyanolyan helyzetben vagy, és nem ítélsz felettük, hanem egyé váltál a tengerrel. Tudnod kell, hogy mikor mit csinálsz. Nincs gond egyikkel sem. Hogyha halászol, gondolkodsz, rendszert alkotsz, csak csináld. Hogyha fejest ugrasz a tengerbe, és boldogan úszol a halak között, akkor csak azt csináld, de a kettőt ne keverd. Európa, és különösen a mi tájékunk, az egyik szemem sír, egyik szemem nevet Kelet-Európája, tragikusan összekeveri a tettet a szóval, a gondolkodást a tapasztalattal. És ezért az étlapot esszük meg. A térképen járunk. A könyvből várod a megoldást. A gondolkodással azonosulsz, és azt akarod abszolút piedesztára emelni, és összetéveszteni a lényeggel. És amikor megtanuljuk azt, hogy a térkép segítségével járunk a tájon, az étlappal tájékozódunk, és megrendeljük az ételt, és azt tesszük meg, akkor a tapasztalatod és a gondolkodást nem fogjuk összecserélni. A tettet és a szavakat nem fogjuk összecserélni. Úgyhogy az en nagyon világos határt von. Miért? Mert az a te észleléseddel egyezik. Nem akarja megmásítani ezt a határt, csak kimutatja. Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Azt szeretném kérdezni, hogy az állatok szerepe a Földön, hogy az emberek és az állatok hogyan viszonyulnak egymással? Mostan, hogyha körülnézel, elég rosszul viszonyulunk, és az állatok állnak vesztésre, úgy tűnik, valójában az ember áll vesztésre. Tehát állatvilág és embervilág ugyanabban a térben és időben és érzékszervi síkon van, az a fölötti és az alatti érzékszervileg nem látható. De elképesztően egymásra vagyunk utalva. És be kéne látni, hogy az állatvilágnak rossz, akkor nekünk is rossz. És hogyha jól csináljuk, akkor az állatoknak is jó kell, hogy legyen. Amit műveltünk a természettel az elmúlt 150 évben, az botrány és bestiális. És hogyha a természetnek helye lenne mondjuk az ENSZ közgyűlésében, és személyesen felszólalhatna, mit mondana? Milyen programpontok szerint beszélne?
kedves Homo sapiens, vegyük először a főemlősök kiirtását. Szépen sorban, vadászattól tenyésztésig, földrészekről földrészre, tengerről szárazföldre, őserdőről az égbe mit csináltunk, és még mindig nem hagytuk abba. Tehát az egész természet, nem csak az állatvilág, tanít minket, hogy mi a helyes működés. Ezt, mint embereknek kéne látnunk. Az állattól ne az állatot tanuld, hanem azt tanuld az állattól, hogy mi a természetes, és hogyha meglátod az állatban a természetest, akkor magadban az emberi természetet lásd meg. Ne gondold azt, hogy ha az állatot látod, akkor tőle tanulva állattá válsz, vagy állati viselkedésformát sajátítasz el. A természetben van egy olyan spontán, nem személyes intelligencia, amelyet érdemes lenne tapasztalnunk, mert valójában a kognitív elméddel ez nem tanulható. Ez csak tapasztalható. És ezért kellene a természetet nem csak óvni, hanem tanítónká fogadni, ahelyett, hogy lerombolnánk. Koreában van egy olyan szerepű hegység, mint Magyarországon a Pilis. A Pilisben évszázadokig olyan sámán hagyomány volt, amelynek ma is megvan a története, az emléke, néhol még az atmoszférája is. Koreában ezt a hegyet Kieryongsan-nak hívják, szó szerint sárkánykölyök hegység. Itt három nagy templom van, Donghaksa, Kapsa és Shinwonsa. Shinwonsa szó szerint azt jelenti, hogy az istenek kertje. Ebben a templomban a mi nemzetközi szangánk 17 éven keresztül minden télen ott ült és gyakorolt 90 napot, a 10. hold hónap 15. napjától a rákövetkező holdév első hónapjának 15. napjáig. Ebből én 3 telet ültem ott, és volt szerencsém a hegyet egy kicsit bejárni, megismerni, és Shinwonsától körülbelül olyan jó másfél kilométerre beljebb a hegyen van egy Kumjong-am nevezettű remetesség. Ez a remetesség több kisebb buddha teremből áll, egy fő buddha teremből, szertartás teremből, még egy szertartás teremből, de az egész az egy kicsit ilyen rendezetlen, nem túlságosan rendbe rakott. És van benne valami, amit egész addig nem értettem, amíg be nem léptem egy olyan terembe, amit még soha sehol nem láttam, pedig Korea több száz templomát sikerült az elmúlt 27 évben meglátogatnom. Ez a terem szobrok nélküli. Festmények vannak, oltár van, az oltáron 3 aranyszínű párna, és a párnák mögött egy üvegfal. Amikor leborulsz, akkor az üvegfalon túli világot látod, ami nem más, mint a hegy és a víz. Egy gyönyörű szikla és egy tó. Rajta növények, a tóban az állatok. Ez az a taoista vonás, amely Koreában így kifejtetten nagyon ritkán látszik. De a koreai buddhizmus az egyesült a taoizmussal és a konfucianizmussal, a családcentrikus generációkra épülő kultúrával, és így a természetet is nagyon másképp kezelte, mint a modern nyugati civilizáció. Tehát leborulsz a természet lényege előtt, mert az önnön lényegeddel azonos. Hogyha a természettel egyé válsz, akkor önvalódat tapasztalod. Ezért a régieknél volt vadászat, de irtás az nem volt. Nagyon fontos az, hogy a természettel való viszonyt úgy rendezzük, hogy megismerjük közben magunkat és a világot egyaránt. És amikor leborulsz a természet előtt, akkor az az elképesztően éhes, sóvár, betölthetetlen vágyakkal rendelkező egoitás, ez valahol elkezd oldódni és oszlani. Az az egoitás, amely kiirtja a vadakat, és felégeti az erdőket, és beszennyezi a vizeket, és teletölti széndioksziddal és metánnal a légkört. Ez ugyanaz a tudat. Itt nincs különbség.
Úgyhogy a természettől függünk, az állat- és növényvilágtól függünk, és amíg ezt nem látjuk be, addig borzasztó parazitaként viselkedünk. És mihelyt beláttuk, elkezdünk helyesebben visszanyúlni a világhoz és egymáshoz egyaránt. Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Azt szeretném kérdezni, hogy a mostani élethelyzetre, erre a megosztottságról mi a véleményed? Megosztottság akkor van, ha azt valaki vagy valakik létrehozzák. Hogyha nem hiszed el a dualisztikus elmédnek a kerepelését, a projekcióit, a ragaszkodásait, akkor mindig meg tudsz tartani egy olyan tudatot, amely tiszta, mint a tér, tiszta, mint a tükör. Felteszem neked a kérdést. Milyen színű az ég? Kék. Milyen színű a föld? Barna. Hát itt nem vagyunk Szeged környékén, itt már fekete. Tehát barna. Nagyon jó. Megkérdezlek, az ég és a föld azonos vagy különböző? Különböző. Látod, itt a megosztottság tudata. Az ég nem mondja, hogy kék. A föld nem mondja, hogy barna. Ők nem mondják, hogy azonosak vagy különböznek. Hogy tudod úgy megválaszolni a kérdést, hogy hirtelen nem hiszed el a dualisztikus elmédnek a kategóriáit, a kreálmányait? És akik mosolyogva néznek rám, mindegyikőtök valamit mondott volna, ami vagy egyik, vagy másik, vagy azonos, vagy különböző. Ismét kérdezlek, a föld és az ég, azok jók vagy rosszak? Nincs ilyen. Nincs jó és rossz. Nagyszerű. Eredetileg nincs jó és rossz. Hogyha szeretnéd, akkor csinálhatsz. Mondhatod azt, hogy a kék ég az jó, és a felhőség az rossz. Igen, ám csak fél éve alig volt eső. Egy kis felhőség jó lenne, hogy a szántóföldeken tavaszra legyen elég nedvesség. És sokáig legyen felhős, hogy szép, lassan essen. Legyen ideje beszivárogni. Látod? Akkor van megosztottság, hogyha megcsináljuk. És hogyha ezt nem hozzuk létre, akkor nincs. Akkor van az, amit úgy hívunk, hogy ilyenség. Hogy a világ éppen ilyen. Az ég az csak kék, és a föld az csak barna, és hogyha ilyen humusz, mint erre föl, akkor fekete. Csak ilyen. Tudod-e csak tenni a dolgodat? Tudsz-e csak olyan lenni, mint te magad, anélkül, hogy jóban vagy rosszban gondolkodnál? Lehetséges ez? És ezen az egyik út, ahol lehetséges, csak ahhoz gyakorolni kell, törekedni kell, cselekedni kell, tapasztalni kell, ha így akarod. Nem azért, mert valaki mondja, hanem azért, mert te szeretnéd. És ez a belső felszólítás, a szívből jövő elköteleződés az, ami az úton végigvisz. Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Szeretném kérdezni, hogy itt van most ez a koronavírusos helyzet. Szerinted mit tanít most nekünk ez a helyzet? Aki megbetegszik, azon segíteni kell. Aki egészséges, az használja az egészségét helyesen. Köszönöm. Szívesen. Köszönöm. Egyéb kérdés? Az lenne a kérdésem, hogy a Jitang Bosa mantrát lehet-e egyszerre több lélekért mondani, vagy meg kell várni a 49 napot, és utána kell kezdeni? Akkor élethosszíglan lehetne csinálni, és minden egyes léleknek 49 napig. 120 évig élnél, akkor se lenne elég. Persze, hogy lehet. Viszont azt nem lehet, hogy absztrahálunk, általánosítunk, és akkor mindenki ért. Mert akkor valójában szétszólódik az egész. De olyan, hogy több fókusz egyszerre, olyan van. Az oltárodra kitehetsz 3-4-5 nevet, fontos, hogy legyen lélekkapcsolat, tehát nem vállaljuk át másoknak így a feladatát. A közönség azon része kedvéért, akik nem tudják, hogy mi a Jitang Bosa, ez az a bodhiszattva, aki az eltávozottakat vezeti az útjukon. Van egy kínai neve is,
In-ro-wang. Az in az az ember, a ro az az út, a wang pedig a király. Tehát az ember útjának a királya, vagy vezére. Ez azért érdekes, mert akik visszajöttek halálközeli élményből, azok beszámolnak egy lelki vezetőről, aki várja őket, és egy bizonyos pontig el is vezeti. Utána pedig sikerült a műtét, nem volt halálos a baleset, és felgyógyul, és akkor visszamegy. Tehát egy mélytudati, archetipikus realitás az, hogy nem vagyunk egyedül, komoly lélek kapcsolatban állunk más testben lévő és testen kívüli lelkekkel, és éppen ezért, amikor valaki meghal, ezt a vezetőt lehet hívni, hogy legyen szíves, fogja meg a lelket a kezénél fogva, és vigye a megfelelő úton. Miért? Mindenhol el lehet tévedni. El lehet tévedni testben, és el lehet tévedni testen kívül. És bármikor eltévedsz, meg kell találni az utat minél hamarabb. Úgyhogy a Zhijiang Bosszál hívása, az adott lélek vezetőjének a hívása, és ezt megteheted azért, hogy az eltávozott az útra találjon. Köszönöm szépen. Szívesen. Én az elköteleződésről szeretnék kérdezni. Néhány évvel ezelőtt rájöttem, hogy amit én elköteleződésnek gondoltam, az társfüggés, bizonytalan kötődési minták alapján alakult ki. És az utóbbi időben nagyon vágyom erre a mély elköteleződés érzésre. Nem vagyok benne biztos, hogy ezt érzem, ezt a mély elköteleződést. Ezt szerintem egyedül nem is nagyon érezheted. Ehhez kell valaki, akit nagyon szeretsz, és ő is szeret téged legalább annyira, mint te őt. Ez a kölcsönös elköteleződés ez azért érdekes, mert úgy tűnik, hogy rengeteg kompromisszumot kell kötni. És hogyha ezek kölcsönösek, akkor úgy tűnik, hogy szabadon vállaltál olyasféle kötöttséget, amelytől mind a ketten gyarapodtok. Van egy pár fokmérője ennek. Egy. Valójában kivé válsz a kapcsolatban. Ő kivé válik melletted. Mi az iránya az elköteleződésnek, a kölcsönös kompromisszumnak? Hogyan hattok a világra ezáltal? Probléma teremtőkké, vagy probléma megoldókká váltok ezzel? Segítséget fogtok kérni, vagy segítséget fogtok nagyrészt adni? Ezeket nagyon jól kell látni, hogy az iránya ennek az elköteleződésnek eredmény szinten helyes legyen, szándék szinten helyes legyen, és motiváció szintjén helyes legyen. Annyiféleképpen tudunk társulni, annyi karmát bele tudunk vinni. Teljes felelősségvállalás, teljes szabadság. Egymás mellé tudod-e tenni ezt a két kifejeződést? Ugye helyek közel igen, de magunkban egy teljes elköteleződés, 100%-os vállalás. És ez a teljes szabadsággal hogyan párosul? Na ez házi feladat. Hol éri el a kettő egymást, és hol nem érzed azt, hogy hát ezt át kellett volna gondolni. Választhattál volna jobban is. Hogy van ez? Mikor van ez? Mit nem látunk a másikban? Mit nem látunk magunkban? És amikor a teljes szabadság és a teljes felelősség együtt van, az az elköteleződés helyes. Köszönöm. Szívesen. Utóirat, ha csak a felelősséget látod, a köteléket látod, a terhet látod, és a szabadságot nem látod, akkor van társfüggés. Egyéb kérdés? Én azt szeretném kérdezni, hogy ugye ne szenvedj és ne szenvedtes, és hogyan tudnám a zen által meggyógyítani a testemet és a lelkemet? Szerintem már bőven képes vagy arra, hogy
hogy mások lelkét gyógyítsd. Ezen keresztül gyógyítsd a sajátodat. Ezt hogyan tegyem? Rengetegen kérnek segítséget, akik sokkal rosszabb helyzetben vannak, mint te. Lelkileg segíts rajtuk. Attól te is megerősödsz. Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Nekem az lenne a kérdésem, hogy hogyan tudok a legközelebb kerülni a valódi énemhez, és hogy ezt az állapotot hogy tudom fenntartani. Milyen távol vagy igazi önvalódtól? Hát, nem tudom. Nem tudod? Akkor hogy akarsz közelebb menni hozzá? Hát, igyekszem, de nem tudom, hogy jó úton járok-e. Annyira őszintén szeretnéd, hogy jó úton járj, ez fantasztikus. Mondd el a legnagyobb hibát, amire emlékszel, hogy te követted el. Hát talán, hogy nem tudok, vagy nem tudtam megbocsájtani valakinek, akinek kellett volna. Mi lett az eredménye belül lelkileg, hogy nem tudtál valakinek megbocsátani? Hát, hogy nem tudom elengedni ezt is az ügyről. Ez egy sokadik réteg. Mi van a legmélyén? A meg nem bocsátás legmélyén. Bűntudat. Nem tudod másnak megbocsátani a hibáját, ragaszkodsz a hibájához, azonosulsz a hibával, bűntudat. És az áldozatból elkövetővé válsz. Ott vár a karma, hogy egyetlen pillanatnyi lehetőség legyen a külvilágban, és boom, megjelenik. Hát amikor az ember nem tud megbocsátani, magára veszi a vele szemben helytelenül eljáró ember karmáját, és rá is ragasztja, keményen, vastagon. És akkor tényleg távol kerülünk igazi önvalónktól, mert valakinek az egoitásából felraktunk egy hamis képet, amely azzal a mondattal kezdődik, hogy nekem igazam van, nekem ez jár. Én akkor is azt akarom, hogy nem, mivel nekem rossz volt, neki is rossz legyen. Érted? Ezért a bosszúvágy az nagyon mélyre visz. Kyong Hosszunim, Sung Sanshunim fölött a negyedik generáció, ő mondta, egyetlen pillanatnyi dű 10 000 szörnyűséges karmának a meleg ágya. Ezért kell nagyon-nagyon vigyázni, azt érzed, hogy valami belül elszorul, valami elkezd fogyni, vékonyodni, nem vagy elemedben, még nem félsz, még nem következett be semmi, csak valahogy elkezdtél a patkára menni, és nem az úton vagy, és a patka után ott az árok után a szakadék, a mocsár, és már nem vagy középen. És a mindennapi gyakorlatra azért van szükség, hogy a meditáció tisztánlátása által te középen maradj, és ne távolodj el attól a tükörtől, amelyben mindig tisztán látsz. És ezt nagyon köszönöm, hogy elmondtad, mert nagyon nehéz egy ilyet még magad számára is kijelenteni, nemhogy ennyi ember lehet. Én köszönöm. Szívesen. Én a döntések kapcsán szeretnék kérdezni, nekem most jelenleg az életemben ez a legnagyobb kérdés, hogy már megőrítem saját magamat, hogy semmiben soha nem tudok dönteni. Talán ez a kényelem is, hogy ezer lehetőség. Csak igazzal van a baj. Hogy akár hétköznapi dolgokban, hogy ezer hobbi érdekel, ezerféle művészet, ezerféle szakma, és nem tudok sosem dönteni. Legyél szíves elmenni egy nagyon nagy bevásárló központba, és ne vegyél magadnak kosarat. Járkálj a polcok között, és a kedvenc termék családodnál állj meg, és mondd el magadnak, hogy megvehetném ezt is, megvehetném ezt is, megvehetném ezt is, azt is, amazt is, de nem veszem meg. És előbb-utóbb otthon szükséget látsz. Ha
Ha túl sok az opció, nincs akció. Valójában milyen helyzetben vagy, valójában milyen kapcsolatban vagy, valójában mi a teendő. És akkor az illúzió világ, amit egy ilyen bevásárlóközpontban 100 000 példányban tudsz tapasztalni, elkezd egy kicsikét vékonyodni, oszladozni, és rájössz arra, hogy valójában egy fogkrém kell. Azt beteszem a táskába, miután kifizettem az önkiszolgáló pénztárnál, és megyek haza. Nem vihetem el a 278 féle fogkrém mindegyikét. Ezt be kell látni belül. És hogyha túl sok az ilyen kényelmes opció, akkor megy az idő. Akkor nem történik semmi, csak lebegünk valahol az álomvilágban, és nem vagyunk a realitás talaján. Csak egyszer csak elkezdenek fogyni az opciók, és még mindig nincs akció, ez olyan, mint amikor a hőlégballonból elkezd kifogyni a nyomás. Elkezd szépen zuhanni lefelé. És még mindig nem tudod, hogy hova akarsz menni, hol akarsz kikötni, mi szeretnél lenni, mit szeretnél választani, kivel szeretnél élni, és megy az idő. És fogy az energia. De a felhők, azok gyönyörűek. Úgyhogy fel kell ébredni az opciók illúziójából, nagyon jól látni, hogy ki vagy és milyen életet szeretnél élni, és erre egy kérdés rávezethet, nem csak téged, hanem mindenkit. Mi a dolgom? Mi a dolgom valójában? Mi a dolgom? Miért vagyok itt? Miért születtem meg? Mire használjam ezt az életet? És igen, sok mindent hallasz, hogy neked ez a dolgod. Igen, ki mondta? Milyen tudatból, milyen elvárással, milyen félelemből? Valójában itt belül te mit hoztál le? Mi a te dolgod? Hogyan segít ez másokon és magadon egyaránt? És akkor már nem vágyunk annyira opcióra, mert éhesek vagyunk az akcióra. Jó? Egyéb kérdés? Szívesen. Én azt szeretném kérdezni, hogyha engem igazságtalanság ér, vagy agresszívan viselkednek velem szemben, hogy hogyan tudnám ezt a helyzetet úgy kezelni, hogy ne küldjem el az illetőt itt csuklóbó melegebb éghajlatra, hogy nyugodt tudjak maradni, és megőrizzem az emberi méltóságomat. Ha már igazságtalan volt veled, ha már agresszív volt veled, akkor nem csuklóból, hanem szépen taktikusan, indulatmentesen el kell küldeni melegebb éghajlatra, hogy ne legyen tovább igazságtalan és agresszív veled. Akkor már túl sok választásod nincs. Vagy harcolsz, vagy menekülsz, vagy lefagysz, mindegyik helytelen. Az elküldés melegebb éghajlatra nem rossz. Az a baj, hogy visszajön. Akkor jön vissza, ha a sebezhetőségedet nem számolod föl. Ha nem látod át, hogy hogyan kerültél te olyan helyzetbe, hogy valaki agresszív lehetett veled. Hogyan tetted magad úgy sebezhetővé, hogy valaki igazságtalan lehetett veled, és ez neked fáj. Hol váltál véleményfüggővé? Hol váltál a másik embertől úgy függővé, hogy egyoldalúan fájdalmat tudott neked okozni? És te nem tudtál ellépni a helyzetből, nem tudtál hátrébb lépni, nem tudtál rálátni. És nem volt egy erősebb igazságod, mint az ő igazságtalansága, amerről ő lepattant volna, mielőtt hozzád ér. Ezt kell megnézni, és gyökerében orvosolni az egészet. Az érzékenység nem alibi. A sebezhetőség nem stratégia. A sértődés nem fegyver. Ezt tessék megjegyezni azoknak, ahol erő probléma van, hogy nincs elég erőt, hogy kibírd az élet érzékenységét, a magad érzékelését. A másik oldal ugyanilyen fontos. Az erő nem jogosít fel semmire. Az, hogy te állóképes vagy és mindent kibírsz, az nem jelenti azt, hogy együttérző és bölcs ember lettél. Jó? Tehát elkövető és áldozat feltételezi egymást. Egyik se légy. Szívesen. Hogyan vélekedsz a pszichológusokról? Rengeteg ilyen pszichológusos előadást hallgattam. Amióta téged is hallgatlak, azóta azt érzem, hogy ez a két vonal, hogy ez olyan, mintha egy irányba hatna. Most egy irányba menne, párhuzamosan egymás mellett. Hogy erről mit gondolsz? Ha azt mondod, hogy egy irányban hat mind a kettő, illetve párhuzamosan egymás mellett mennek,
akkor egy kérdést légy szíves, válaszolj meg nekem. Szerinted a párhuzamosok találkoznak a végtelenben, vagy sem? Hát nem. Akkor nincs véleményem a pszichológusokról. Annál sikem, mert rengeteg pszichológus barátom van. És társ tudományról, társ hagyományról van szó. Pszichológiának is egy komoly hagyománya van, amely hát nem Bécsben kezdődött, hanem már a görögöknél elkezdődött. Ez a delfói Józsdának a mondata, az a gnotis heauton, ismerd meg önmagad, ez volt európai kultúránk első ilyen mondata, amely egészen a mai önismereti művekig szépen, némi középkori kihagyással, pár évszázados szuszpenzióval működött, ugye? Volt egy olyan időszak, amikor ezt nem díjazták, hogy te önismerettel foglalkozol, te csak hinned lehetett valami szöveget, de tapasztalnod nem lehetett, különben életveszélyben voltál. 1600 Galilei, csak 421 éve. Mit kellett szegénykémnek elszenvedni, mert látott a szemével, hallott a fülével, gondolkodott az elméjével, és érzett a szívével. Tehát az igazi pszichológiai kezdés, amikor a lélek rálát önmagára, ez sose késő elkezdeni. Aztán, hogy a nyugat analitikus eszközeivel, vagy a kelet tapasztalati eszközeivel meddig és hová jut, az már teljesen rajta múlik. A lelkiállapotod ne legyen pszichológus függő. Az utad ne legyen tanító függő és hagyomány függő. De hogy te jobban érezd magad és jobban lásd a karmádat, elmehetsz egy pszichológushoz. Ahhoz, hogy te felébredj és segíts másokon, használhatsz egy hagyományt és konzultálhatsz egy tanítóval. Ott nem maradj, ahol elveszik az autonómiádat, és helyetted akarják a problémát megoldani. Ez viszont emberfüggő, nem irányzatfüggő. Jó? Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Azt szeretném megkérdezni, hogy hogyan lehet megőrizni a kitartást. Tehát például haladjunk bármilyen úton is, ugye nem esünk át a ló túlsó oldalára, hogy... Én ezt már tudom, én ezt már ismerem, de elkövetek egy hibát, és hogy ne húzzam le magam, hogy na hát, mit is tettem eddig, hiába gyakoroltam, hiába próbáltam, csak elkövettem azt a hibát még egyszer. Így lehet megőrizni a kitartást. És hogyha hibázol, javítsd, és ne azonosulj a hibával, sem a hiba hiányával. Valójában a helyes motiváció kell ahhoz, hogy a szándékod ne csak rólad szóljon, és a célt ne csak magad érd el. Ahhoz, hogy valakiért, valamiért mi kitartóak legyünk, az az összes énségünket, véleményünket, jó és rossz reflexiónkat félre kell tudni tenni. Az igazi kitartás az, amikor nem csak magadért teszed ezt. Egyedül, saját magunkért nagyon ritkán jövünk haza elképesztő helyzetekből. Nagyon ritkán gyógyulunk föl betegségekből, ha csak magunk vagyunk. Egy szerzetes társam Amerikában volt betegápoló, mint amerikai állampolgár. Egy olyan ember ágya mellett állt, aki készpénzben csak $1,5 millió ért, és értékpapírban még többet, és életének utolsó 6 hetében senki nem jött be a kórházba. Nagyon nehéz így kitartani. Látnod kell, hogy az irány helyes, látnod kell, hogy az út járható, és érezned kell, hogy nem vagy egyedül. Ekkor megy. Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Én vagyok a legfiatalabb a családomban, és úgy érzem, hogy elég sok energiát fektetek abba, hogy minél jobban megismerjem önmagamat, és javítsak a kapcsolatomon a családommal is.
viszont sokszor érzem azt, hogy a korom miatt degradálnak, és hogy ez erre mi a megoldás, ha van. A jó párkapcsolat. Ugyanis a családi karmát hagyományosan nem tudod úgy kiegyensúlyozni, hogy te egyénként a családnak a súlyát bármi módon ki tud egyensúlyozni. Tehát kezdetben vala apa és anya. És ők létrehoztak téged. És mint gyerek, a dominanciájuk, védelmük és tanításuk közvetlen következménye vagy. És így nősz föl, és aztán testvérek, féltestvérek, rokonok, és ebben a környezetben a vérségi és beházasodott kötelékek közepette az egyén elképesztően meg van határozva. Az első, amikor te szimmetrikusan tudsz egy másik emberhez kapcsolódni, egyenlő esélyekkel, az egy párkapcsolat, ahol nagyon mást fogsz előbb-utóbb tapasztalni, mint a puszta családban. Ehhez viszont nagyobb önbizalomra van szükség. És az az érzékenység, amely számodra sok életterületen megmutatkozik, az válik a párkapcsolatban erővé, határozottságá. És a levegő égből le kell tudni szállni a földre, és a földön egyenesen menni. Lásd meg azt, hogy mit tanít a családod, és hol nem ismernek téged. A legfájdalmasabb dolog az, hogy eltöltünk 30-40-50 évet egymással, és még az alatt, az idő alatt sem látjuk jól a másikat, a saját testvérünket, apánkat, anyánkat, gyerekeinket. Hogy ott ülünk egymás társaságában az asztalnál évtizedekig, és nem jutottunk el a másik szívéig. Hogy van ez? Szokások, berögződöttségek, mintázatok, félelmek, harag és kapzsiság, téves nézetek, illúziók, hamis önképek, mindez. Ez az, ami a fal köztünk, még a vérségi kötelékeknél is. Akármilyen szoros munka van vele. Egy pár apróság. A szüleidet felfelé nem tudod tanítani. Viszont észre kell venniük, hogy felnőttél. Meg kell húzni bizonyos határokat anélkül, hogy a szeretet kapcsolat sérülne. Ez úgy kezdődik, hogy anya, apa, köszönök nektek mindent, de ez az én dolgom. Amit megadtatok nekem, azért hálás vagyok, amit nem adtatok meg, arról lemondok. Ez a felnőtté tevő mondat. Hirtelen a szülő mire jön rá, amikor ezt kimondod? Hogy a neveltetésednek a legnagyobb része befejeződött. Olyan 99,5%. Ha te ezt ki tudtad mondani őszintén, akkor lezártál egy fejezetet. De van úgy, hogy a gyerek már 45 éves, ugye? És a 75 éves apuka és a 71 éves anyuka még mindig marionett figuraként játszik vele. Miért? Mert nem volt hajlandó kimondani, hogy köszönöm, ennyi volt. Köszönöm. Szívesen. Én azt szeretném megkérdezni, hogy van-e létjogosultsága annak, hogyha ugye egy krónikus betegnek az életét meghosszabbítsuk? Nekem született egy egészséges gyermekem, és megbetegedett 5 éves kora körül kezdődött egy mitokondriális betegséget diagnosztizáltak, és az orvosok lemondtak róla. Én meg elkezdtem harcolni az életéért, és ez 23 évig tartott, de a végsőkig harcoltam. Most már nincs köztünk a gyermek, de van egy lelki furdalásom, hogy vajon az ő szempontjából én jól csináltam ezt, hogy mindenféle alternatív gyógymódot megkerestem, alkalmaztam. Igaz, hogy sokszor megkérdeztem, hogy akarod ezt, tehát, hogy így lekommunikáltam ezt vele, de mégis van bennem egy, ugye a koromnál fogva is most már az elmúlás nekem is közeledhet, vagy közeledik biztos, mert 60 éves vagyok. Én lehet, hogy nem akarom, hogy az én életemet elnyújtsák az orvosok, tehát, hogy gyógyszerekkel
életbe tartsanak. Mondjuk a gyereknek... Az elsőre válaszolok most. Megmaradt-e a szeretett kapcsolat a gyerekkel az utolsó pillanatig? És ha igen, akkor ne hibáztasd magad. Mondtad, hogy lekommunikáltad vele, ennek több szintje van, az egyik a szóbeli. Gyakran igent mondunk a szánkkal, de nemet a szívünkkel. Hogyha a lélektől lélekig való kapcsolat számodra éreztette, és a verbális rész is megerősítette, hogy ő együtt akar veled küzdeni, és szeret téged azért, hogy küzdesz az életért, akkor ne hibáztasd magad. Az ok és okozat törvénye az emberi kapcsolatban is világos, és a jó emberi kapcsolat vélemény független. Látod, hogy mit hozol létre az életében, és éppen ezért küzdünk egymásért. Nem mindegy, hogy hogyan és mikor távozunk el innen. Mélységesen egymáshoz vagyunk csatolva, mélységesen kapcsolódunk egymáshoz. Családban is, csoportban is. Vér szerinti kötésben és egyesség szerinti kötésben egyaránt. Itt már nem csak rólad szó, hogy légy egészséges és élj sokáig. Mindenki azt hiszi, hogy ez egy önmegvalósítási program. Nem. Ez messze nem csak rólad szól, hanem a gyerekedről, a bárodról, a szüleidről, akikért itt vagyunk. A második kérdésedre pedig az a válaszom, hogy erről, hogy te hogy szeretnél és meddig életben maradni, és milyen segítséget fogadsz el, erről rendelkezni kell írásban. És amikor ezt te meghatározod, akkor az a te akaratod, nem vég, hanem akaratod. És ezt mindenkinek tiszteletben kell tartania. Úgyhogy, ha ilyen irányú félelmed, aggodalmad, befejezetlenséged van, akkor ezt nagyon jól fogalmazd meg, hogy amikor oda jut a következő generáció, akik rád gondot viselnek, az a környezet, hogy el kell dönteni, hogy téged hogyan segítenek, hogyan gondoskodnak rólad az utolsó pillanatig, és hogy távozás után mi legyen, hogy akkor meg legyen. Világosan, és ne legyen vita, hogy ezt mondtad, meg azt mondtad. Hogy ezt tudja, a másik más tud. Oké? Okay? Igen, köszönöm. Szívesen. Köszönöm szépen. Nekem a kisebb gyermekem 14 éves, nagyon érett gyermek, és ő most 8-os, és kollégiumba fog reményeink szerint költözni, illetve ő szeretne egy távoli városba, kollégiumba költözni. Támogatjuk, de féltjük a mai világba úgy elengedni, hogy nem látom minden nap a szemét, vagy a gesztusait. Hogy tudjuk őt lelkileg támogatni abban, vagy milyen tanácsot tudnál nekünk mondani ahhoz, hogy könnyebb legyen az elengedés ebbe a mai világba, ahol drog van, ahol agresszió van, 14 éves, nagyon, nagyon értelmes, okos gyermek, de nincs benne semmilyen agresszió. Nagyon jó. Három helyre kell elvinni. Az egyik a csillagbörtön. Vannak látogató csoportok, lehet jelentkezni, és meg kell nézni azokat, akik a törvénnyel úgy kerültek szembe, hogy utána fogvatartottakká váltak. És meg kell mutatni neki ezt a világot, hogy ide ő ne kerüljön be. A másik, hogy Szegeden, illetve környékén van drogrehabilitációs intézmény, amely szintén látogatható. Oda is be kell menni, és beszélgetni kell azokkal, akik ott vannak. Úgy is, mint gondozók, úgy is, mint paciensek. Ez lehetséges. Ezzel felnőtté teszed a fiadat. És a harmadik hely, ahova el kell menni, az a temető. És végig kell menni a sírok között, és meg kell nézni a számokat rajta. És elképesztő rövid életek is vannak. És nagyon hosszú életek is vannak. És meg kell kérdezni, hogy szerinted mi a különbség a kettő közt? Miért élte csak 14 évig valaki az életét? Mitől halt meg, és mi az, aki mondjuk 92 évet élt? Mi a különbség? És te mit szeretnél? A családban nagyon sokszor védjük a gyermeket,
és ezzel egy idő után gátoljuk a felnövekvését. Ha a családban más törvényt tanítunk, mint ami a világban van, akkor felállítunk egy olyan kettős mércét, amely többek közt a szenvedésnek a gyökere. És a gyermek követelni fogja az igazságot a szülőktől, hogy neki ugyanazt tanítsa előbb-utóbb, ahogy ő képessé válik erre, ahogy erőssé válik ehhez, ugyanazt hallja, mint ami a világban van. Ugyanazt a törvényt tapasztalja belül és kívül, magában és a világban, családban és társadalomban. Ennek megvannak a fokozatai, és itt óvatosan, de késlekedés nélkül kell eljárni, és ha őt felnőtté teszed, akkor ő autonóm lesz, és lát a saját szemével, hall a saját fülével, gondolkodik az elméjével, érez a szívével, és érez a testével is. És meg tudja különböztetni a jó érzést és a rossz érzést, a szenvedést és a boldogságot. A mai nullákra és egyekre bontott világunkban, ahol elképesztő entrópia és figyelemzavar uralkodik, az egyik legtragikusabb vonása ennek a szétesésnek az, hogy már nem tudjuk, hogy valójában mi a boldogság és mi a szenvedés. És igyekszünk az egyiket behelyettesíteni a másik helyére. Hát ha önállóvá teszed a gyermeket, megtanítod az ok és okozat helyes látására, akkor nem fog maga ellen cselekedni. De ha ezt nem teszed meg, csak védeni akarod, és jelentkezzen naponta, és mondja el, hogy van, stb., erre mind szükség van, de mondjuk nem naponta. De nem tudod sem a kollégiumi társaitól megkímélni, sem a környezettől, sem a feljövő vágyaitól, sem a téves nézetektől, sem a haragtól. Viszont, hogyha önállóvá teszed, és a felébredést valamilyen szinten megtanítod, és itt nem a zent értem alatta, akkor előbb-utóbb felelősséget tud vállalni helyesen a saját karmájáért, és ekkor nem veszíti el a szabadságát. Nagyon szépen köszönöm a választ. Köszönöm. Azt szeretném megkérdezni, hogy mi a véleményed az önpusztító anorexiáról? Milyen karma lehet a mögött? Ha nem látom a szemeit, nem tudok róla beszélni. Értem. Nem lenne releváns. Rendben. Látnom kell a szemét. Látnom kell az arcát. Hallanom kell a lélegzetét, és meglátni, hogy az anorexia az honnan jön. A nem táplálkozás miből táplálkozik. Az is valamiből táplálkozik. Értem. Meg tudom mutatni telefonon a képet, ha ez megoldás. 35 éves, 35 kilósan. 2 hete fekszik kómában. Azt tudod tenni, hogy mantrát énekelsz érte. Az együttérzés mantrája kell miért? Az önpusztító az ugyanolyan együttérzés hiányos, mint a más pusztító. A magad iránti együttérzésre szükség van. A karmát tudomásul vételére szükség van. Az élet élésére szükség van, miért? Mert megszülettél, úgy döntöttél, hogy felveszel egy testet. Itt feladatod van, miért? Mert akkor nem jöttél volna. Nem születtél volna meg. Hogyha valaki ilyen módon utasítja el az életet, vagy annak egy részét, akkor ott a tudatban elképesztő erős ragaszkodások vannak. Ezeket a ragaszkodásokat nem lehet együttérzés nélkül feloldani. Szárazföldből gyomot gyökerestül nem húzol ki. Csak nedves földből, átitatott földből tudod lassan, kíméletesen kihúzni a téves nézetek gyomnövényét. Úgyhogy első az együttérzés, és utána a bölcsesség, és utána a cselekvés. Jó? Köszönöm. Szívesen. Melletted? Hogy lehetne megszüntetni a gátlásokat, ami miatt valamiben nem kezdünk bele, vagy nem csinálunk meg. És hogyha a másik pedig az, hogyha belekezdünk, vagy megcsináljuk, mennyire probléma, hogy ott volt az érzés az elején. Nekem hirtelen gátlásaim támadtak a többes szám első szemétől. Kinek a nevében beszélsz? Hát, akik hasonlóan éreznek.
Mint? Mint én. Nagyon jó. Most ezt a definiálhatatlan embertömeget, akik hasonlóan éreznek, mint te, kicsit hagyjuk figyelmen kívül, és fókuszáljunk rád. Te állsz velem szemben. Magadról és a magad problémájáról beszélj. Hallgatlak. Hát sokszor azt érzem, hogy így megcsinálom ezeket a dolgokat, vagy rá nehezebb, de ráveszem magam, vagy elkezdek valamit. És sokszor, legtöbbször nagyon jó a kimenetele. Mégis ott van az elején, hogy kételkedek. A kételkedés is rendben van. Egész addig, amíg nem látsz tisztán. Inkább kérdezz, és ne kételkedj. Az elmének ezt a kényszer mozgását, hogy ez is, az is, ez sem, az sem. Ez a kétségnek a négy fájdalmas sarka. Ezt szüntesd meg. Amikor a nem mozdulót megtapasztalod, és a tiszta tükörben látod a karma működését, akkor meglátod a törvényt is, a dharmát, amely szerint működik a karma. Ekkor eloszlanak a kétségek, és megjelenik a helyes szándék és tetterő, és a gátlásosság helyett a határok meghúzása jelenik meg. Nagyon szépen köszönöm. Szívesen. Miért lehet az emberiség nagy részét a fizikai test elmúlásával félelembe tartani? Félsz a haláltól? Nem. Miért nem félsz tőle? Mert nem azonosulok a testemmel. Adj egy jó választ. Halhatatlan vagyok. Ó, az gyönyörű! Örökön való. Ezért lehet az embereket félelemben tartani. Mert mindenki halhatatlan és örökké való szeretne lenni, és valahol tudja, hogy nem az. Ha belátjuk azt, hogy mi a test, és mi a lélek, mi az a tükör, amely a testtudatosságot és a lélektudatosságot adja, akkor nem félnénk a haláltól, mert nem azonosulnánk sem a test, sem a lélek karmájával. Amíg ez az azonosulás fennáll, addig azonosítjuk a fájdalmat, a szenvedést és a halált. Amíg a belátásunk által nem tudjuk megkülönböztetni a szenvedést, a fájdalmat és a halált, addig félünk. Ennek a háromnak nagyon kevés köze van egymáshoz. Házi feladat, nézd meg magadban, hogy hol azonosítod ezt a hármat. És hogyha teljesen tisztán látsz, és tapasztalod azt, amely mentes élettől és haláltól, akkor megszűnik a félelem. Ahogy azt a bevezetőben hallottad, aki tapasztalja az egyszerűt és tisztát, az mentes a meddő vágyakozástól, és megszabadul a félelemtől. A meddő vágyakozás az a csodavárás, hogy valahogy majd túlélem azt, hogy megszülettem. Senki nem éli túl. Aki fölvette a testet, megszületett, és mindenki meg fog halni. Ha fölvetted a testet, leveted. Ezzel az igazsággal nem vagyunk hajlandóak szembenézni, pedig ha mernénk, akkor tudnánk igazából ezt a látót tapasztalni, a vidya, a látás állapotában lenni, amely nem azonos sem testtel, sem lélekkel, de látja mindezt. Nem azonos élettel és halállal, de látja mindkettőt. És ez a látás, az egyévvállás a látóval, ez az, ami megszabadít a félelemtől. Köszönöm. Szívesen. Kérdésem az lenne, van egy 15 éves fiam, akinek tavaly egy hatalmas balesete volt, és hogy ez a baleset, ez neki szólt, vagy nekem szólt tanításképpen? Mindkettőtöknek szólt. Hatalmas ébresztése egy baleset, mert korábbi karmának úgy az ellentételezése, hogy életben maradt a fiú. És te is. Az igazi kérdés, hogy mit tanult belőle, hogy ne ismétlődjön meg ugyanez. Van olyan agresszió karma, hogy életeken keresztül érlelődik, és egyszer csak, amikor a legvédtelenebb, akkor fizeti vissza.
És az, hogy 15 évesen érte, ez már egy olyan kor, amikor az ember némi önrendelkezéssel csak bír. Tehát volt esélye, hogy ne legyen halálos. Hogy lássa meg az utolsó pillanatban, hogy mit kell tenni ahhoz, hogy túlélje. Ilyenkor nem gondolkodunk. Egyébként az intuíciónk előrejelzi a veszélyt. És van egy külső figyelmeztetés is, hogy mennyivel előtte, az karma függő. Nem ekkor vagyunk a legsebezhetőbbek, hanem a két rövid bardóban, a halál és a megszületés bardójában. Ez az, amikor a test fölvétele, illetve a test levétele elképesztően sebezhetővé tesz minket, mert még nem tudunk gondolkodni, vagy már nem tudunk gondolkodni. Még nem tudunk cselekedni, vagy már nem tudunk cselekedni. Tehát nem születések közben, várandóságod idején sérült meg. Azt nem tudnád orvosolni. Vagy nagyon nehezen. Kinkeserve. Az, hogy egy ilyen balesetet átélt, ez azt jelenti, hogy egy elképesztő, ébresztő tanítást kapott, és megváltozott az élete. A tied is. Az igazi kérdés az, hogy ebből a karmából ti kivé váltok, és kivé változtatjátok egymást. Igen, mert ez lett volna a következő, hogy ő azóta nagyon megváltozott, és egy nagyon erős személyiség lett, aki előtte nem volt. És testileg is egy teljesen egy erős férfi lett belőle, aki előtte nem, mert itt előtte már mondták, hogy mindig védtem, és mindig arra tanítottam, hogy jónak kell lenni. És ő ezt teljesen most levetette, és egészen más lett, jó irányban, megtanult felnőtt lenni. Hogy akkor ez, neki ez volt a, tulajdonképpen a feladata. Ezen már túl vagyunk. Már túlélte, már megváltozott, már egy új ember lett. Ne a múltban keresd a következő feladatot, hanem hogy most, hogy segítitek egymást, és most, hogy viszonyulsz a nagyon gyorsan felnőtt fiathoz. Hogyan fogadod ezt el? Hogyan élsz ezzel? És még 3 év van addig, amíg ő legálisan is nagykorú lesz. Hogyan készíted föl erre az átmenetre? Egy kényszerű beavatáson mentő keresztül, ami a majdnem halálos baleset beavatása, ez elképesztő erős. Egyébként a békés, átlagos traumákkal szegélyezett felnövekvés útján szintén vannak beavatásaink. Nézd végig a gyerekkort, a 0 és 17 éves, 18 éves korig, miken megyünk keresztül, még miként változunk. Sajnos ezeket a stációkat a mai világ nem szokta sem ünnepelni, nagyrészt felismerni sem. Csak hogy ja, felnőtt. Úgyhogy ez egy olyan átalakulás, amelyet mindenképpen az ő javára kell fordítani. Onnan tudod, hogy ezt a karmát befejezte, hogy nem keresi a kockázatot. Nem újabb balesetet készít elő. Köszönöm. Szívesen. Nekem van egy fiam, aki 16 éves, mikor megszületett, még mindenkivel kommunikált, majd elvittük a bölcsödébe, valószínű túl korán, és onnantól kezdve bezárt a kommunikáció, és mai napig egy bizonyos szelektív némaságot van benne, amiből ő ki akar jönni, de még nem sikerült. Elkezdtünk kicsit utána járni, hogy vajon mit hozott magával, és ilyen családi okok derültek ki számunkra, és hogy talán önállam most már oldódik. Ő akarja, de még mindig be van zárva, és nem sikerült. Ez egy olyan családi karma, ahogy ezt mondtad is, amit lehet oldani, sőt kell is. Ahhoz, hogy ez autonóm legyen, ahhoz viszont a meditációra is szükség van, hogy melyikkel kezditek, teljesen mindegy. De ahhoz, hogy ő ebből kijöjjön, az egyrészt külső segítségkel, amely az ő belső önállóságát maximálisan tiszteletben tartja, és megfelelő terápiás tartalommal bír. Lehet egy saját kérdésem is. Nekem volt egy ikertestvérem, aki egy napig élt, és tudtam világéletem, hogy valaki még hiányzik mellőle. Nem ő, mert őt elengedtem, hanem a lelkem másik fele, és egyszer megtaláltam a másik felét. 2 évig megvolt, aztán úgy döntött, hogy megy a saját útján. Lett volna egy feladatunk elvileg ebben az életben, hogy helyrehozzuk, amit 7-8 alkalommal előtte elrontottunk,
Hogy a kérdés? Hát, és hogy most ezt nekem át kéne valahogy lépnem ezt az állapotot, és nem tudom átlépni, mert mai napig érzem azt, hogy ott van, és én meg itt maradtam. Akármilyen karmád van közel és távol, lélektárs vagy lélekrész jelen vagy távol, a Buddha természete teljes. Az a dolgoz, amit van. Ne függj senki mástól ahhoz, hogy a helyes úton jár, és a megoldást megtaláld. Ez a történet, ez a múlt. A jelenben neked a saját szemeddel kell látnod, saját szíveddel érezned, és ezt a teljességet át tudod élni. És a múltbéli probléma, ha még mindig van, az ebben a pillanatban megmutatkozik. Ha pedig már csak az elmében van, és nem pedig a jelenségvilágban, akkor el lehet engedni. És akkor most tisztán látsz, most tisztán hallasz, most tisztán felismered a helyzetet, és helyesen viszonyulsz. És akkor ez a narratíva előbb-utóbb, amennyire szívből jövő és őszinte, annyira feleslegessé is tud válni. Ha még ezzel munka van, akkor ez egy újabb fejezet. Mm. És ilyenkor a belső mi a dolgom kérdés nagyon hasznos. Lefosztja a sok-sok opciót, a sok-sok kötképet, a múltnak az árnyait, és pontosan ebben a pillanatban helyesen látod a prioritásokat. Mi a fontos, ki a fontos, és cselekszel. Köszönöm. Szívesen. Utolsó kérdés. Kijelentetted, hogy aki testet vett fel, és testben megszületett, hogy az egész biztos meg fog halni, azaz le fogja tenni a testét, és így fog tovább menni. Mint hogyha egyetlen fél százalékban sem lehetne más opció itt a Földön. Beszélnek ilyen mesterekről, mint mondjuk Saint-Germain, vagy Jézus, vagy Babaji, az akkor nem valós, nem lehetne, vagy ezt azért egy kicsit nyitva hagyni? Független attól, hogy én meg fogok halni nagy valószínűséggel, de hogy van azért más opció, más szinten is. Az nagyon üdvös, mert akkor meg fogod érteni, amit mondok. Köszönöm. Egy, van a mindennapi rituálénkban, egy menedékvétel és fogadalom, Naong Zen mestertől kaptuk, fantasztikus, rövid, tömör, világos fókuszát, és a vége felé van egy ilyen mondat, jusson át minden lélek a túlsó partra, akár nagynak, akár kicsinek látja önmagát. De te lehetsz te halhatatlan, lehetsz te halandó, de felébredtél. Én halhatatlanokkal is szívesen teázom, de eddig csak halandó jött be. Olyan gyönyörű te a szobánk van, 7-7 országra való. Olyan finom a teánk, és annyi féle van, hogy még a halhatatlanoknak is biztos jutna valami, amit ők is szeretnek. Egy kis koffeinmentes, tudod, mert hogyha te több száz évig akarod a szívedet használni, akkor a koffein az nem jó. Komolyra fordítva a szót, nem minősítek hitrendszereket, nem hasonlítok össze hagyományokat, hanem a tapasztalatra kéne támaszkodnunk. És nyitva hagyhatsz sokféle ajtót, de azon nem mindegy, hogy milyen szél fúj be a realitás szele, vagy a téves nézeteknek a vihara. És az a kérdés, amit magadnak föl kell tenni, hogyha ezen a földön, ebben a testben, de halhatatlan lehetnél, vállalnád? Amíg az ember fiatal, és rengeteg vágya van, és az élet és halál természetével egyáltalán nincsen tisztában, addig megjelenhet az, hogy Úristen, de jó lenne örökké élni. Aztán ahogy kicsikét kapja a pofonokat, meg a simogatásokat az élettől, és a sok-sok esküvő helyett egyre több temetésre jár, ugye? Akkor kiderül, hogy még ha lehetne se, kéne vállalni ezt. Hogy nagyon-nagyon rendben van az, hogy annyit élünk ebben a testben, amennyit élhetünk. Szándékosan nem mondom, hogy hosszú, rövid, kellemes, kellemetlen éveket, évtizedeket,
vagy akár egy évszázadot is. Milyen lenne az, ha nem tudnál kiszállni? Ha nem tudnál meghalni? Hogyha egy 60 körüli állapotban téged megtartana a saját genetikád és egy ilyen mennyei energetika egy feltétellel itt maradsz. És tolod évszázadokon, évezredeken keresztül. Nem tudod levetni a testet, nem tudod megszakítani a folyamatot. Nincs kiút. Milyen lenne? Mutattak nekem képeket 120 éves taoista mesterekről, akik valósak voltak. Kínában éltek, valamilyen gyönyörű hegy tetején. Láttad az arcukat, láttad a szemüket, nekem potyogtak a könnyeim. Ott volt a fényképen minden. De az is látszott, hogy már nem sok van hátra. Amennyi hátra van, azt használjuk föl helyesen. Miért? Mert nem tudod mennyi. Nézd meg, hogy a mulandóság bizonytalansága hogyan sarkantyúz téged előre. Mert nem tudod, hány évünk van. Évtized? Optimista vagy. Az, hogy ezt nem tudjuk, és a mulandósággal minden nap szembe kell néznünk, ez valahol sarkal afelé, hogy halad meg az életet és a halált. Ne akarsz se örökké élni, sem pedig kiszállni az élet és halál körforgásából, hanem inkább ráébredni arra, hogy mire tudjuk ezt használni, mi közösen. És hogyha egyszerűsíted az egyenletet, és kivonod a dogmatikát, és lehántod a mítoszt, és maradsz a realitás talaján, nem sok minden marad. Megköszönhetjük azt, hogy a sokféle ágazat, tudomány, vallás, filozófia, történelem elvezetett minket idáig. De hogyha a virtuálist elkezdett bontani, és csak az aktuális marad, az mi? És előbb-utóbb eljutsz eddig a pillanatig. Amikor az önképeidtől megszabadulsz, végre valahára eljutsz eddig a személyig, és az azt teremtőig. Nem sok minden marad. És ekkor kezdünk el tényleg az úton járni, már nem ideálokat kergetni, hanem valahol szembenézni azzal, hogy megszületünk és meghalunk. Szembenézni azzal, hogy amíg élünk, nem csak rólunk szól az élet. Hogy elképesztően össze vagyunk drótozva másokkal, hogy eszenciális lélekkapcsolatunk van emberekkel és a természettel. Én kívánom azt, hogy mindannyian járjuk az utat. Szabaduljunk meg az illúzióktól, érjük el a felébredést, szabaduljunk meg a szenvedéstől, amely megmutatja az utat, a szeretet, a bölcsesség, az együttérzés és az önzetlen segítség felé. Köszönöm a figyelmet!